Igen, a malac velünk van. Nagyon nagy. Okos, ügyes, nagyon... NAGYON ÜGYES VAGY, MÁTÉ! Gyerünk! Júj! Sutty! MI VAN?! LEFAGYTÁK IS, FIAM! FÖPOFOZZALAK! Hülye gyerek. Áll egy helybe, bazd meg, az fáj a sült galambot. Úristen. Tiebreak, bazd meg. Nyugi, nyugi, Mátékám. Second service. Let second service. Four second service. Na miért energetik? Meg tetszett? One all. Four second service. Micsoda szerva röpte. Four, second service. Out. Az meg, de hülye vagy. Four, second service. Az milyen ütés. Second service. Second service. Kettő meccslabdát kell még hárítani. Hát és bazd meg ennyi. Rohadt kurva istálóját, bazd meg. Azt. Szerintem ezt megint oda ajándékoztuk az ellenfélnek. Ilyen rossz szervákat. Atyavilág. 6 darab kettős hiba, bazd meg. Hosszú labdamenet is. Atyavilág. Atyavilág. Hát hosszú labdamenetet egyet tudtunk nyerni 8-ból. Első szerva is nulla. Nulla. Ja, nulla pont. Kettő órán kaptunk ki most sírorba. Hogy három?
Jó, hát most Herbert ellen legalább a legjobb 16 között. Húha. Ezt megpróbáljuk a védekező alapon a játékot. Erről beszéltél egyébként, Alfa, ugye? Jól emlékszem. Várja, a második szett már egész jó volt, igen. Igen, elment. Mátéval rámegyünk erre a taktikára. Beseggeltetem vele most rendesen, baszki. Nem lesz itt szórakozás. Rudi kikapott. Na de meddig jutott? Legjobb 16 között kiesett. Franc. Jó formában van. Azt a mindenit. Vavasori ellen játszott is. Ez egy nagyon szoros meccset. Szuper. 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 Jó van, Rudikám. Semmi gond. Semmi gond nincs. Ügyes voltál. Gratulálok. Tizenötödik, 16. héten nem tud ő játszani. Gyerekek. 17. héten már tud. Salak, 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 salak. Csak a salak, mindenhol a salak. Szerintem egészen jó Rudi salakon, eddig legalábbis elég bíztatónak tűnik a teljesítménye. Meg következik a füves szezon. Aha. Okés. Na jó, menjünk tovább. Na nézzük csak, hogy Máté hogyan áll. Valkusz 88%. Ők most ez a vasárnapi pihenő szerintem helyre rakja őt. 33-at buktunk a világranglistán. Hú, Máté. Védekező alapon a játékunk semmit nem fejlődött. Komolyan. Uha. Álljál meg, álljál meg, álljál meg! Ó, bazd meg! Mostantól hivatalos, nagyon jó, itt akkor tud indulni Rudi. Szuper. Forma gyenge. Sugárzó csúcsformában. Képzés. Játékterv. Ez nem igaz. Mérkőzés. Jó, maradjon akkor így. És akkor itt most csak és kizárólag. Mi legjobb 16 között vagyunk kapásból. Hogyhogy? Az ellenfelünk az nem indult. Visszavonta, vagy mi történt? Valami ilyesmi. Na, ez király.
Zeppieri ellen játszunk, a 8. kiemelt ellen. 21 éves srác, pörgetései nagyon-nagyon rosszak. Nézzük meg ezt az alapvonalas játékot. Át kell venni a meccs irányítását és meg kell nyerni a taktikai csatát. Védekező alapvonal játék. Ajajajajajaj. És ilyen gyenge szervákkal. Kevesebb erőt használ, de jobban irányít. Hát ezt mit csinálsz, jó vagy? Elus vagy te nekem. Ez lesz a győzelmi tánca Mátének. Jó. Mostanában akármit mondok Mátének, mindenért berág. Szerintem menstruál. Az első fordulóban az Epieri szarrá verte az ellenfelét. Ismétlem, szarrá verte. 6-0, 6-2. 21 éves poroncsról beszélünk, úgyhogy a anyjába. Time. First set. Na ennyit erről. Fault. Second service. Bazd meg! Úristen! Máté, jó vagy? Na, nézz oda! Hoppá! Az Epieri! Mindjárt kifingik, nézz oda! Éhajj te, kis útyó gyerek, micsoda rövidítés, szép volt. Nagyon, nagyon hátul helyezkedtünk. A szép, Peti, és végül jól sikerült? 15 low. 30 low. Így azért nehéz dolgunk lesz. 30-15. Oh, Alfa, amúgy biztos, hogy ezt a taktikát kéne játszanunk? Vagy még meg kell tanítani Pátinak. Sokat kell vele játszani így ezzel a taktikával, és akkor majd jó lesz, nem? Ezt akarod mondani. Tudom én. Uha. Ez még szép volt. Second service. Na. Nem tűnik amúgy rossznak, ahhoz képest, hogy mennyire felpumpált az ellenfelünk, nem csak mentálisan amúgy, hanem azért ő nem egy rossz játékos végül is. Fiatal, feltörekvő, buzgó, mocsing. Nézd oda. Jaj, de okoska voltál. De nem eléggé. Ez van. Hát azért, baszki. Könyörögve kérlek. A babis hús mi? Hát,
Salakra ez a legjobb. Oda néz. Azért hozzuk. Jó. És a leütés. Gyönyörű. Jaj, de szép volt. Aj, de... Esze meg. Miért a hálóba? Ez hogyha visszatenné normálisan kisfiam, akkor minden jó lenne amúgy. Nem tudom, hogy erre így gondoltál-e már. Meg arról nem beszél, hogyha most Máté jó formában lenne. Figyeljetek ide. Nem lenne olyan labda, amit... Na most ezt például szerintem el is érte volna. Azt a rohadt. Hát, és meg sem mozdul erre, Máté. Á, jó van, de nem baj, nagyon szoros egyelőre, úgyhogy jól néz ki. Ha jobban megtanulja, akkor kevesebbet fog hibázni, komolyan. Jó, hát akkor beseggelem vele. Mert eddig ez a legbíztatóbb egyértelműen, nagyon-nagyon stabilnak tűnik. Ja, tényleg egyébként így van. A King Richard filmet érdemes megnézni a Williams testvérekről. Szenzációs film amúgy, Bill Smith a egyik főszereplő. Ő a Williams lányoknak a apja. Barom nagy film. Az az ember amúgy... Hát ez hihetetlen. Nagyon, nagyon komolyan főnevelte a lányait. Óriási... Na ne basz. Zeppieri brékelt ellenünk. A jó kurva életbe. Az mi? Ez komoly? Hát ez komoly, gyerekek. Hűha. Hát én most akkor szerintem ideges leszek. Öregem. Szégyen. Intenzitási szintet nő. Ó, jó van. Bátortalan. Nem meglepő. Semmi változás Máténál. Na, az király, Peti, gratulálok. Király. Vagy hát ilyen, nyilván előre azért ne ígyunk a medve bőrére, de azért ilyen fél gratula. Nem, ez csak amúgy, nem bukjuk el. Ezek ilyen taktikai elengedések egyelőre. Ha látod, egyik kész. Egyez. És 40 mindre visszahozzuk az ellenfelet. Hát ez nem igaz. Pedig nagyon kellenek most a meccsek nekünk. Szép ott az előny. Szóval nagyon kellenek a meccsek, hogy megtanulja Máté a taktikát jobban. Ugye nem csak edzéseken tanulja a taktikát, hanem meccsek alatt is. Hoppá.
Köszi szépen, szép volt. 15 love. Igen, legalább 16 közé kerültünk. egy kurva meccsékül. És ilyenkor amúgy kapásból több pontot kapunk, meg magasabb pénzt. Vagy azért, mert az ellenfelünk visszamondta a részvételt. 40 love. Meg hát piros a játéktervünk, úgyhogy... Tehát ez a lehető legrosszabb. 40-15. Ezzel a taktikával jobban fárad az ellenfél. Azt meg se figyeltem. Tényleg? Na, az király. Igen, mert lényegében ilyen passzívak vagyunk, nem? Tehát, hogy így csicskáztatjuk az ellenfelet, dolgozik, mi meg csak így el vagyunk. Bár mi most nagyon fel vagyunk tekerve, tehát az intenzitási szint az csúcson. De hát pörögjön, Máté. Be kell vetni mindent. Hoppá. Azért legyen szoros, amennyire csak tehetjük. Szia, Mark. Jobbulást. A kezem miatt mondod? Köszi. Oh. Ha sikerül elnyújtani a szetteket, akkor könnyebben lehet nyerni. Ha jó kondimban van Máté. Aha. Hát most figyelj, tehát most mikortól lehet látni fáradtságnak a jeleit az ellenfélnél? Melyik az a szint egyáltalán? Tehát, hogy közepétől... Ja, minél alacsonyabb a szint, annál több erőt és pontosságot veszít a játékos. Aha. Majd bazd meg, és 40 mint. Most nézem csak. Ujj. Hát az ellenfél lassan a közepénél lesz bizony. Gyönyörű. Tehát akkor az idő nekünk dolgozik? Ejjj, sajsze. Kéne pedig ez a game. Nagyon okos. Viszont az a helyzet, hogy mi is rengeteg energiát beleteszünk a meccsbe. Visszább kellene venni? Amúgy. Second service. Love 15. Az mekkora szivattyú. Ha visszajövünk 5-5-re, visszaveszünk az intenzitásból, hadd fáradjon az ellenfél. Ajj de küzd, és... Hát ez szép volt. 15 mind. Game and first set. Hát... Beszélgessünk Mátéval. Second set. És amúgy fej-fej mellett van az ellenfelével, Máté. Energiaszint... Bászmeg! Szóval energiaszint az fej-fej mellett van. Vegyük úgy, hogy ez egy ilyen gyakorló meccs. Amúgy tényleg. Vegyük úgy. Ha itt esetleg valahogy tovább jutnánk, már a következő meccsen jobbak lennénk Mátéval. Szerintem már következő meccsen megtanulná ezt. Hát baszki.
három szetten ugyanaz a taktikával menni, fixen legalább sárga lenne az a taktika. Én úgy gondolom. Ha-ha, szép! Nagyon nagy. Hát így van Uzier. Igen. Így van. Szia Bala. Saját magamnak köszöntem. Forty love. Second service. Szia, Geri. Szeasz. 40-15. Ez az, szívjon csak a gyerek, szívjon csak. Four, second service. Mi a fele? One game all. Mi a fele? Four, second service. Mennyire ilyen alárendelt szerepkörbe játszik végig, Máté. Azért olykor-olykor egy borzasztó látni, hogy mennyire nem is próbálkozik. Több labdát ad vissza, Máté, igen. Igen. Hány meccs óta nem volt győzelem? Ez a harmadik. Hát, ja, hát ez a negyedik meccs, amit játszunk. Ha itt is elbukunk, akkor zsinórban 4 vereség. Kettő break labdája van az ellenfélnek. Úristen. És ott a break az ellenfélnek. Ó, hogy a jó kurva anyjába. Love 15. Francba! Nem hiszem el. Közben kivenjek, hozok inni valót. 15-30. Az meg kettő break labda. Ez az. Fault, second service. Jaj, de! Á, és rossz az átemelés! Second service. Gyönyör! Óriási! Micsoda játék! És megvan a öregem, visszabrékeltünk. 2-2. Mint akinek a töketele van az egészen. Olyat ütött bele a srác. 30 semmi. Gyerekek, mi történik? Figyeljetek, itt egy bázak Máté nagyon komolyan elkezdett teniszezni. Nézz oda, 40 semmi. Figyeljetek, hogyha lenne egy breakünk, nem lepődnék meg azon, hogyha itt az ellenfelünk összetörne. Picikét. És ezzel a játékkal akár fel is örülhetnénk ellenfelünket. Sok. Micsoda?
Nekem köszönhetően megvetted életed első PC-jét, és érettségi után indul az iRacing. Advantage. Azt a büdös mindenségét, az komoly. Az komoly. Örülök neki, Bals. Aztán majd... Figyelj, ha kedved szottyan, akkor nyugodtan írjál, hogy mi a helyzet. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan tetszik meg, ha valami segítségre van szükséged. Írjál nyugodtan. Óriási. Gratulálok hozzá. Ez egy komoly nyár lesz akkor rálad. Gyerekek, jövünk ám fölfele. Igen, gyorsabban fáradunk, mármint Máté gyorsabban fárad, mint az ellenfél, mert maximálisan, tehát az intenzitás az nagyon durván fel van húzva. 15-30. Azt a bűtös életbe, kettő bréklabda, gyerekek, az ellenfél az összeroppant, nem? Mintha. Nagyon komoly. Van egy bréklabda. Szia, Viking. Mekkora luft. Viszont ez most így 40 mind. Hát ez pat helyzet. Jó ég. Hát ez komoly. Ja, így van, Viking, jól mondod, így van, így van. Áj! Nagy zicser volt ez pedig, de kár érte. Na jó, most viszont már tényleg kimegyek inni valóért. 15-0. Ez az. Ász. Majdnem ász. Ej, ez ász. Fogjuk fel úgy. Ezt nem hiszem el. Hogy megy eddig a játék? Hát megyeget. Igazából egy saját akadémiát létrehoztam, ami Bal Akadémiára hallgat. Bal Akadémia névre hallgat, és van egy, illetve kettő játékosunk most már, Valkusz Máté, másik pedig Molekker Rudi. És hát velük próbálunk felfejlődni. Nem egyszerű, mert egy ugye a lehető legnehezebb nehézségi szinten kezdtük a játékot. Advantage. Tehát alig van pénzünk, alig volt pénz befektetni, az infrastruktúra a béka segge alatt van, nem sok költőpénzünk van. A stábra rengeteg pénzt elköltöttünk. Mert hát a körülményekhez képest hát a legjobb potenciállal rendelkező, nagyjából a legjobb potenciállal rendelkező játékosokat hoztuk el. Valkusz és Molekker fiatalok, hát már amennyire Valkusz 24, Rudi meg 21 talán. Úgyhogy nehéz. A kemény pályás szezont azt nagyon jó kezdtük. Talán negyed döntőig eljutottunk, sőt biztos. Aztán mentünk lefel a lejtőn. Most elkezdődött a salak szezon, és hát kezdünk ráérezni, de nagyon nehéz. Tehát most éppen Máté egy olyan taktikát alkalmaz ezen a mérkőzésen, amit eddig még soha nem alkalmazott. És itt a második szedben nagyon durván kezdjük szivatni az ellenfelet. Nagyon-nagyon komolyan. A goislikat, azokat nagyon-nagyon megszorongatjuk ott a Zeppieritől. És ott is van a break, gyerekek, break előnyünk van, baszki. A szettért adogatunk jelenleg. Óriási. Ez egyszerűen óriási. Gyönyörű. 15 semmi.
Olyan, mintha az ellenfelünk elfáradt volna. A taktikán nem változtattunk. Felőröltük az ellenfelet egyszerűen. Kitartottunk a taktikánk mellett, és felőröltük az ellenfelet. Ennyi. Oda néz, 2 set labda. Gyönyörű. Megvan. Megvan, gyerekek. 1-1. Kiegyenlítünk. Hú. Második szervájával szerzett pontjainak aránya ma túl alacsony. Több kockázatot kell vállalnia, hogy visszanyerje fölényét. Szerintem meg jó van ez így. Egyébként tényleg nagyon keveset nyerünk a második szervával. Barrom ilyen keveset. Én nem nyúlnék bele most. Úgy tűnik, hogy jók vagyunk. Az intenzitási szintből visszaveszünk, mert rendkívüli módon fáradunk az ellenfelünkhöz képest. Ez az. Így van. És átvegyünk Sebastian Baezbe, aki Fucsovics ellen mindig minden Fucsovics hibánál azt ordította, hogy vamos. Most megmondtuk Máténak, hogy mutassa ki nyugodtan az érzéseit. Nyugodtan. Nyugodtan. Ordítsa, hogy hajrá, vamos, meg mit tudom én, kurva anyja, mindent. Mondjon. Hogy az ellenfél az essen szét teljesen. Meglátjuk, hogy mennyire sikerül ment. Mert mentálisan megtörjük az ellenfelet. Nézd meg, aggódó. Aggódó lett. Love 15. Ja, így van, Viking. Szép volt. Szia, Maddox. Hol vannak a kettős hibák? Ez az, a fasorba se. És nézd oda! Kapásból a harmadik szettet úgy kezdjük, hogy szenzációs tenisz van. Szenzációs. Intenzitási szintet fel is durrantottuk. Á, és kimegy. 30 mind. Köszi, Ádám. Nézd, és visszajön 30 semmiről. De Péri. Ah! Kár érte. Second service. Love 15-0. Four, second service. Out, 30-15. Out, 40-15. Fault, second service. Forty, 30. Game. One game all. Let. Second service. Fifteen love. Na várj, most volt break előnyünk, vagy nem? Ja, nem volt jó. Oké, akkor minden oké, 1-1, kiegyenlítettünk, és ennyi, szép.
Hát ez a játék egyelőre annyira nem megy igazából, Ádám. Hát nehéz. Nehéz. Nem, mint hogy olyan mérhetetlenül összetett lenne, csak hát, hogy jó, érteni kellene a teniszhez jobban. Ezen múlik. 40-30. Szoros, rendkívül szoros. Figyeltek, fölpörgetjük egy kicsikét. Minden meccs... Bazd meg! Három break labdája van az ellenfélnek. Ajja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 jj
Egy hárítva. Azt a kurva, és ott a break. Bazd meg! Lehet, hogy nem kellett volna visszaverni az intenzitásból. Hát lehet. Na most már persze utólag könnyű. Ohohohoho, hogy a jó édesanyád! Te büdös tróger. Na jó, már húzzunk bele egy kicsit szerintem. Hát. Game. Four games to two. Second service. Nem is tudom. Állítsunk. Második szervák azok nagyon-nagyon rosszak. Annyira agresszívan fellép a srác. Hogy jó ez így, hagyjuk így, bízzunk a stratégiába. Ez az, szép. Vezetünk ebbe a gamebe, hát ha sikerül visszabrékelni, volt már ebbe a meccsbe. Nem is egyszer, jaj, és beérjük. Á, de rossz. Pontatlan. Ha jön az új futballmenedzser, hát akkor valószínű, hogy persze, kipróbáljuk. Az biztos, annyi minimum lesz szerintem. És kiüti! 40 mind! Hát én a vonalon láttam, de jó van. Úgyhogy itt a remek alkalom. Ajaj. Hát ez... Game. Five games to two. Hát 5-3-ra, ha feljövünk, akkor az jó. Viszont mi lesz a következő gamebe? Amikor fogadnunk kell megint. El is kéne jutni. Ó, na mész a picsába, Máté. Ugye barom. Hát igazából nagyon-nagyon sokat kellene fejlődni a futballmenedzsernek. Rengeteget. Én azon is gondolkodom, hogy... Nem is tudom. Ha nem hoz sok fejlesztést, akkor ki se próbáljuk még. Még csak annyira se. Fogom venni a fáradtságot. Viccen kívül. Na, örülök neki, Ádám. Köszi. Fuhú. Szerintem ahhoz képest, hogy milyen taktiká... Úristen. Szóval ahhoz képest, hogy milyen... Hogy milyen taktikával játszottunk, szerintem ez nagyon rendben van ez a játék.
Ennél csak maga biztosabb lesz majd, Máté. Biztos. Itt az ellenfelet amúgy fizikálisan a jövőbe szerintem simán el fogjuk majd nyomni. Egy nagyon szuper játék. A Football Manager csak egyszerűen nagyon hamar... Hát... Hogy most már olyan új dolgokat kellene belevinni a Football Managerbe, ami még inkább kiváltja azt belőled, hogy új ingerek, és olyan ingerek, amik még nagyobb függővé tesznek. Mert azért előbb-utóbb minden függőségbe bele lehet úrni előbb-utóbb, nem? Mindig ugyanazokat csinálod másabb skinnel, picikét akkor itt azért több minden van, meg ott is több minden, meg másabb. Hát azért az idő után azért, hogy jaj. Mióta ezt a gémet játsszák, atyavilág. Na, végre megvan, és akkor most jön a döntő gém szerintem, hogyha itt sikerülne valahogy breakelnünk, ott is van az előny. Én mindenféleképpen szimszesebbé tenném a játékot, sokkal-sokkal szimszesebbé, mint például amilyen volt annó a FIFA Manager. A FIFA Manager. Ez egy kurva jó játék volt. Kettő break labdánk van, gyerekek. Hát ezt elhiszitek amúgy? Hát a félváró vettem szinte a meccset. Ej! Nézd oda. Ne, bazd meg, és csak kiegyenlít. Egyben mind. Kettő bréklabdát hatástalanít az ellenfél. Advantage. Meccslabda. És nyeri is a meccset sajnos. Kemény meccs volt ez nagyon azért, szerintem. Nem a leglátványosabb tenisz volt, de az majd a későbbiekbe jön. Jó volt ez szerintem. Jó ez. Ennyi optimistán. Aha, és akkor most Máté. Na! Konkrétan semmit nem csinált, és 7 pontot kapott végül is. Hát ez... Megérte, nem? 4 nap múlva jön a következő verseny. És a védekező alapon a játék semmit nem fejlődött? Bazd meg! Az hogy? Há, hello! Hát ezen azért csak változtatnék gyorsan, nem? 65%. Na most ott van. Védekező alapon a játék. Na ez az. Most leszel igazán jó, Máté. Nyugi. Bízzál bennem. Na. Lisszabon. Molecker. Szabad kártyás. Lesz Lisszabonba? AT. Tizenkilencedik hét. Ugye ránézünk a naptárra. Igen. Oda meghívtak bennünket. Jó, megyünk akkor. Elfogadjuk, köszönjük szépen. Ennyi. És akkor Rudika. A Rudika meg pihen még mindig. Hát persze, bazd meg. 90%-on van Máté. És legalább nincsen mínusz most a fizikai statokon. Oké.
Ja, 95%, hát ennyi. Hát, ezek a statok nagyon-nagyon lassan fejlődnek. Eszméletlenül. Na jó van, gyerekek, hát akkor jöjjön az első mérkőzés Gianmarco Ferrari ellen. 387. a srác a világranglistán, 22 esztendős, olasz. Na, elkeverni. Fonákja gyenge. Jó van, meglátjuk, hogy mit sikerül ebből kihozni, és akkor védekező alapon a játékot fogunk játszani. Egy, ebben nem nyúlunk bele. Szerintem ez... Hát megint nagyon jól sikerült egyébként az öltözői beszéd. Fasza. Lehet, hogy már a meccset most itt az első gémekben is bukjuk? Ez komoly lenne. Intenzitási szint, azon nem módosítunk. Jó ez így. És ennyi igazából. Sőt, már most szólok, hogy ha vége az első szettnek, Mátéval beszélni szeretnék. Be nem fejeztem be a mondókámat, ott hagyott, faképni hagyott konkrétan. Úgyhogy... 40 semmivel bekezdünk, baszki. Szép. Azt a kurva. Szia, Vic. Köszönöm szépen neked a raidet. Szeasztok. Meghoztam a kedved? A játékhoz? És holnap vizsga? Hát a szomorú. Hát jó, jó szarul jártál. Azta. De hát kitartást kívánok neked, sok sikert. Ezt a fickót nagyon elverjük, nem? Streamet kövesd, nem az álmaid. Ajaj. Így van. Szép. Elbizakodott. Páté. Ja, Istenem. Érzelem bosszús, relaxáció nyugodt, motiváció aggódó. Imádom ezt a gyereket. Bizalom elbizakodott. Hát ez zseni. Zseni. Az ellenfelünk ehhez képest egy, nem is tudom, egy Rafael Nadal, baszki. Mentálisan egészen biztos. Úgy van, bele a hálóba, persze. Nagy képűen. Úgy, bám. Oda néz. Azta is ott a hiba! Máté! Pedig az majdnem visszament, hello. Ez az ellenfél, ez valószínűleg nem ügyetlen. Vagy mi vagyunk ennyire bénák? Az is lehet. Nem, az nincs. Olyan nincs. Game. Two games to one. 15 love. Szép. És elkezdünk pörgetni. Gyerekek, ott a break. Valós ellenfelek vannak, persze. Mondjuk... Erősen ajánlott letölteni egy modot Steam műhelyből. Hát ingyenes. Érdekek. Jön a második break. Megtörtük az ellenfelet, baszki.
Kettő break! Fuck you! Ferrari, fuck you! Vissza break-el a majom. Vissza. Na. Kettő set labda. Gyönyörű. Gyönyörű. Máté túl sok kettős hibát üt. A probléma inkább mentális, mint technikai. De reagálnia kell. Ajjajajajaj. Hoppá. Most már az elemző is azt mondja, hogy fejben vannak a gondok. Hát igen. Tudjuk. Kettős hiba. Hát csak kettő darab kettős hiba volt. Az nem olyan vészes. Ugyan már? Jó ez? Ez az. Gyerünk! Keményen! Nyugodt, bosszus, aggódó, elbizakodott. Atyavilág. Szorongó, határozott, zakladott, bátortalan. Na most már az ellenfélnek azért vannak. Szintén mentális problémákkal küzdik Ferrari. Szia, Zucca! ...30-70 elége a szimulátor... Hát, hogyan? Három monitorral? Processzor. Az... Hát elvileg az Intel jobb játékokhoz ér, azt hiszem, úgy emlékszem. Na mindegy, nem akarok én itt szakérteni. De ezeket inkább érdemes letisztázni, megnézni a teszteket, hogy melyik jobb játékhoz is inkább azt venni, mert... De mégiscsak jobb az AMD... árba... hőmérsékletet érdemes megnézni, hogy hosszú távon milyen lehet a processzora egyik-másik gyártónak, meg melyik feladatra kellene neked inkább játék, vagy bármi más. Ezeket érdemes megnézni, meg hogy hány monitorra szeretnél játszani, milyen felbontás is mondjuk igazából, egy külön felbontás specifikusan is lehet nézni akár a dolgot, mert a 40-es széria, az 4K, 2K, 4K az konkrétan már jobban működik, mint Full HD-ba például. Szinte. Főleg 2K-ra igaz ez inkább már talán. Nagyon minimális különbség van legalábbis. Full HD és 2K között. Meg hogy milyen grafikát szeretnél alkalmazni. Mert ha FPS, hát akkor minél jobb kártya, az kész. Ami a csövön kifér. És 32 GB RAM-ot kell venni mindenféleképpen szerintem. 16 az már elég lenne, de minek venni 16-ot? Hosszú távon kell gondolkodni. Szerintem azért az elég lesz egy darabig. A Máté az elkezdett hasítani egyetlenül, igen. Közben egy szép sunyi anyadék módon agyonveri az ellenfelét. Love. Mit vagy a Máté? Azt a kurva. Megint break. Három break labdánk van. Hát azt hiszem az ellenfelet megtörtük, nem? Mintha. 15-40. Igen, szia Saca, 19 GB-ot is eszik néha az iRacing, azt a... Gyerekek, 3-0, leütjük a pályáról Ferrarit, a második szedben. Momentuma nincs a srácnak. Megsemmisítjük. Bazd meg. Szia Lion. iRacing összeáll az FIA-val, következő szezonban jön az F4. F4. Ez eddig is volt F4, nem?
Vagy ez most mi? Azt a rohadt. Sárga most már a taktika. Igen, alfa. Igen. Érdemes szerintem sok tesztet megnézni. Ezekről a processzorokról, videókártyákról. Sok tesztet. Értek, szerintem elkezdünk komolyabban pörgetni, mit szóltok hozzá? Azt a kurva, pontja nincs az ellenfélnek. A saját adogató játékai... Jézusom! Na, ilyet még nem láttam. Totális megsemmisítés. 6-0-ra hozzuk a második szettet, baszki. Az mi durva? Jézusom! Jézusom! Hát ez... Na ez... Szét totálisan megsemmisült az ellenfelünk. Totálisan. Rengeteg hiba. Úristen. Meghalt az ellenfél konkrétan. Lekaptuk a pályáról. Na, koncentráljunk akkor a következő meccsre. Gyerünk. Játékterv? Á, még mindig sárga sajnos. Következő ellenfelünk a szabadkártyás Gies Brouwer, ha jól mondom a nevét. 27 éves holland, 190. a világranglistán, és hát... Az előző fordulóban Zepierit verte el, akivel az előbb játszottunk egy szoros meccset. Hát akkor lényegében ez a Brouwer, ez, hát ez már nyilván most azért nem szabad megítélni, hogy na Zepierit elverte akkor bennünket is, mert nyilván ki tudja, hogy ő milyen játékot játszik. Tehát hogy a két, tehát hogy az ő játéka meg a mi játékunk az úgy mennyire ütközik, passzol. Kiegyensúlyozott meccs lesz, minden részlet számít. Jobb formában van, mint Máté. A Brouwer. Óriási. Szia, Róka! Tényleg? Sokat dolgoztál? Na de jó! Jó van, örülök neki. Végre. Állandóan csak lógatod a lábad. Hát ezért valamit csinálni is kell, légy szíves. Ne legyél ilyen ingerült. A héten egyszer-kétszer igazán dolgozhatsz egy kicsit többet. Ne aggódj, emiatt nem fogsz belesántulni. Jó ez. Így tovább, én azt mondom. Ne add fel. Na gyerünk! Mossuk le a pályáról! A fickót. Nem csuklottam napközben. Nem. Nem. És gondoljunk bele, mi lett volna, ha Máté még tud salakra is edzeni? Igen. Igen, amúgy. Igen. Amúgy tényleg, igen. Jól mondod. First set. Ugye IR 4 volt, és mivel FIA partnerek lesznek, ezért át lesz nevezve F4-re. Ezzel jó pár újdonság lesz, más handling és a többi. Na, király. Köszi az infókat, Lion. Jó hangzik.
Mekkora hiba az ellenféltől. Na nézzük. Maga biztos aggódó, nyugodt és buzgó. Hát mentálisan mondjuk nem jobb nálunk a srác, mert azért motivációja az, azért nem a legfullosabb az a helyzet. 15-30. Second service. Second service. Kettő break labda. Mi a szar van veled, Máté? Benyomtuk a meta taktikát, az ő. Ajajajaj. Let. Game. First game. Ott a break előny. Mi a fene? Róka amúgy tényleg emlegettél napközben? Nagyon megtisztelő. Hát azért... break előny mi? Mi az ellenfélnek is break labdája lesz, hogyha így folytat... ezt megúsztuk. Szép. Four, second service. Deuce. Az komoly. Hát így kell elegánsan és profin hárítani egy break labdát végül is, nem? De. És még akkor konkrétan előnyünk van. Second service. Igen. Aszta. Game. Two games to ha, szép. Srác azért komolyat ment. Itt pörgessünk rá szerintem, nem? Figyeljetek, rákoncentráljunk a jó szervákra. Mégis így, hogy megvan a break labda, vagy break előny. Csak az adogató játékunkat kell hozni. 40 semmi, nagyon szép. Hozzuk. Na. Jó, így kettő végül. Szoros meccs. Szoros meccs azért. Hát figyeljetek. Szünetbe beszélgessek Mátéval? De hogy nagyképű legyen? Csak nem válik nagyképűvé, nem? Nem hiszem, hogy most beszélged. Minden nagyon fullos nála szerintem. Minden. Az ellenfél meg... hát még azért úgy szerintem ő hisz a győzelembe. Hit? Nem, még biztos még mindig hisz. Ja, Istenem. Hát gyerekek, azért... ja, oké. Okay. Hú, ez a profizmus nagyon tetszik. És kettő set labdánk van, fogadóként, apukáim, fogadóként. Mi folyik itt? Hú, az szép volt. Ne. Gyönyörű, és ott a határom. Óriási. Angol-magyar határom. Magyar-angol pontosabban. Funákra kellene játszani? Lehetséges. Hogy mi az, hogy hátvédre játszunk? Az a fonák akar lenni, nem?
Hát azért a szerváink azok még mindig nem a legtutibbak. Most az ellenfelünk az szerintem fixen összeroppant. Én meg velem kockáztatni legalábbis. Hát nagyon jól működik Alfa. És még csak sárga a taktika. Két hétig nem mész ki a lakásból, az hét szentség, ha kell felmondasz. Na, mi van? Ezt amúgy veszem. Klippelem kifele majd a főnöködnek. Meglátod. Ilyeneket ne csináljál. Tudod mit csinálj? Csinálj csak, majd én intézkedek. Meglátod, majd holnap is. Olyan napod lesz, hogy... Lehet, hogy holnap nem csak csuklani fogok, hanem meg is látogatsz majd személyesen. Olyan hálás leszel. Sok munka miatt. A büdös istálójába. Négyes a csúszka és nagyobb ellenfelek ellen. Ötös. Aha. Ezeket így kitapogattad, kitapasztaltad? Hol van? Jó van, vakegér. 40-30. Szorongó, aggódó, nyugodt, bátortalan. Advantage. Szép. És akkor ott a break labda. Várható volt. Juice. Jó van, Róka, rendben van. Nyugodtan próbálkozni lehet. Aj. Nem szabad ezt elengedni. Ebben nagy potenciát érzek még. Jaj, de komoly labdák ezek, bassz meg. És mind visszament eddig. És elhibázza. Hát ezek mind gyerők voltak amúgy. Nagyon jókat ütött a srác szerintem. Harmadikra már ugye nem jött össze. Szép. Hárítja a break labdát. Köszi, Mantesz. Remélem holnap is ilyen jó kedved lesz, Róka. Mint most van. Nevet gészít. Holnap, miközben ászkározunk, majd gondolunk rád, miközben gürizel, folyik, ömlik, szakad rólad a víz, fájsz mindenhol is. De lehet, hogy olyan jó versenyek lesznek, hogy eszünkbe se fogsz jutni. Hát, még majd meglátjuk. Ez a game még mindig tart, hihetetlen. Oda-vissza megy a adogatás. Na most csak megcsinálta a fickó. Ma voltál a váltás póló, annyit izzadtál. Nagyon gyönyörű. Szerintem megsütött téged eléggé a nap, mert most nem vagy valahogy annyira ilyen lexikális, mint szoktál. Kicsit úgy látszódik, érződik, ahogy fogalmazol, abban látszódik nagyon, hogy megtörtél. Hát még majd holnap, hogy meg leszel törve. És akkor még az, hogy két hétig ki nem megy a lakából. Home office. Hát persze. Kis naív.
Nem is tudtam, hogy ilyen naív vagy te, Róka. Jó van, tekerjünk föl mindent Máténál, bazzem, mert nyerni kell. Meg itt a hülyéskedés. Nem úgy van az. Vagy inkább hagyjuk, és ott a break az ellenfélnél. Vagy figyeljetek, inkább rámenjünk arra, hogy legyünk ilyen visszafogottabb módba, és akkor esetleg majd harmadik szedbe eldöntjük. Az komoly. Hogy most nyomjuk meg ezt a második szedet ilyen nadalosan? Minél hamarabb nyerjük meg, szerintem is, mert Máté összeomlik a harmadik szetre, megtudja, hogy azok az ellenfele kiegyenlít, hát rosszul lesz. Szia, Revi! Hétvégén voltál lexikális némi viszki után. Volt valami Úristen. Ivázhat, az nem kell ünneplés. Kifogás kell, az meg mindig van. De mi a baj vele, Levente? Holnap majd jöhetnek a tippek amúgy. Megint fej-fej mellett vagyunk, megyünk. Ki kell használni ezt. Asztakú! Szép. Ugye a születésnapod volt. Akkor Isten étesen sokáig egy születésnapod alkalmából. Júj! Az komoly! Advantage. Out. Azaz. Four. Second service. Ja, csak ennyi, Levente, hogy súrolod a falat. Miért súrolnám a falat? Jaj, mennyire szoros game. Ismét. Let. Game. Four games to two. Sajnos nem jött össze, gyerekek. Nem tudtuk ezt elhozni. De nem adjuk fel. De szépen játszik a Brewer. De ilyen mentális állapottal így tud teniszezni. Baszki, az nem kis dolog. Így van már kezd. Hihetetlen, kettő breaklabda, bazd meg. Három breaklabdánk van most. Kicsit ugrottunk az időben. Visszabrékelünk, és akkor most hozni kell az adogató játékunkat. A mérkőzésbe maradásért adogatunk. Vagyis a szedbe maradásért. Mérkőzésbe. Azért ennyire ne rohanjunk előre. Ejj, bazd meg. Scheisse. Jó van, Levente. Örülj neki. Láthatsz sírni. És hát és beüti, bazd meg. Beüti. Fault. Second service. Fault. Advantage. Kettős hiba. Ilyen kulcsfontosságú helyzetnél. Hűha. És a szettet elviszem el, bazd meg. És ezzel csinálja meg a szettet a gyerek. Uda megverném most. Több pontot szerez Brewer Mátéhoz képest a befejező zónában. Érdemes lenne tanulmányozni ezt. Továbbra se tudom, mi az a befejező zóna.
Második szerván kész katasztrófa. Fizikálisan amúgy összeomlottunk. Fú, mennyi hibája volt az ellenfélnek. Azt a rohadt, háromszor több. Közepes labdavenet nagyon rossz, hosszú labdavenet nem az igazi, rövid egész jó. Hát a közepes az... Hú, gyerekek, ajajaj. Third set, final set. Final set! Come on! Love 15. Ja, sokszor jön föl az ellenfél a hálóhoz. Aha. Hát az ellen mit lehet csinálni? Megint ott van a hálónál tényleg. Hout, love 40. A hálónál mennyire volt ő jó eddig? Várj, azt miért nem tudom megnézni? 30-40. Fault, second service. Á, bazd meg! De megint följön az ellenfél, tényleg. Megint nézd oda, már mocorog el. Advantage. Hihetetlen. Pedig itt most megint ott volt a break labda. Deuce. Four, second service. Hout, advantage. On fierce. Persze, hogy teniszezik ő még. Há, hogy ne. Advantage. Four, second service. Hát ezt volna nem lehet megcsinálni tényleg. Love 15. Out, 15-30. Fogalmam sincs, hogy ez mit jelent, hogy az ellenfélnél. Ez mi? De nézzük meg. Hát, hogy jobban sikerül hatástalanítani az ellenfelet. Mikor a hálónál van. De most nehogy nekem itt probléma legyen. Bazd meg! És ott a break az ellenfélnél. Love 15. Ajjaj. Four, second service. Azaz. Azaz, azaz, azaz. Okos, ügyes, szép. 15-30. Menni kell a break labdáig. Jaj! Szerva röpte, bazd meg. Szerva röpte. Rohadék. Jól csinálja a sát. Ott is van a break labda, és akkor most ezt ki kell használni, gyerekek. Bim bam.
azt a kurva. Juice. És mit ad vissza? 40 mind. Az, ez rengetegszer megtörténik ezen a meccsen. Advantage. Bréklabda. Gyerünk! Game. Ott van. És visszajöttünk. Túltolja a srác. Hát persze, hogy túltolja, baszki. Nagyon agresszív. És arra leszek kíváncsi. Pedig most kíváncsi lettem volna arra, hogy Máté hogyan cselekszik, hogyha közel ellenfél ott van a hálónál. Love 30. Four, second service. Nyugi, Máté, nyugi! Jaj, de ez mi? Hát rárakja az ellenfélre azt a kurva labdát. Hát ez nonsense. Így oldja meg. Gratulálok, megint break-el az ellenfél, bazd meg! Out. Love 15. Egymás adogató játékát hozni fogjuk. Szépen fog kinézni. Gyerünk, Máté. Hát leüt a srác a pályáról bennünket. Hihetetlen. Megint öregem. Megint slamasztikába kerültünk. Ó. Nem tudunk mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy ez a hülye majom vissza följön a hálóhoz. Most nem tudom mitől. Four, second service. Szép. Nagyon szép. Second service. Out, 30 love. Second service. Gába a kockázatot fogjuk növelni. Visszaraktuk lobra, hogy átemelje az ellenfelet, viszont a kockázati szintet azt növeltük. Szép. Sajnos szépen hoztuk az adogatót, ez az. Fonákat nem nagyon kéne nyesni, mert azért támadja a hálót. Out, 15-0. Hát figyelj, attól még, hogy támadja a hálót, meg kéne oldani a Mátének, nem? 30-15. Fault, second service. Out, 30-all. 30 mind, gyerünk. Most visszabrékelünk, hozzuk az adogatójátékot, meg van oldva a probléma. De komoly meccs. Ott a break. Labda. Azt a kurva, gyerekek. Ott a break, bazd meg. És akkor most egyenlíteni kell. Hozni kell az adogatójátékot, ahogy az előbb. Gyönyörű. Úristen. Nem tudta elérni sajnos Máté. Van semmi baj. Sajsze.
Ne. Azt mondja, kettő break labdát adunk az ellenfélnek, hát. És kettős, Istenem! Hát nem igaz! Hát oda ajándékozzuk az ellenfélnek a pontokat. Gyönyörű. Pedig ha itt ezt a meccset mert valahogy megnyernénk, következő meccse már biztos, hogy jó formában lenne Máté. Vagy a következő tornára. Nagy mentés. Second service. Harminc mint, ez az, rengeteg hiba van, rengeteg. Hát ez meg beüti, ügyes. Kurva istálóját már. Hát azt csinál, mit akar. Az meg. Ez elképesztő. Milyen sima volt az első szett? Hát ezt nagyon sajnálom. Ez egy fordulat. Kis pénz azért keresett Páté. Meg legalább nagyon jó formával lendült. Ez mondjuk a következő tornán kurva jó lesz. Hát azért plusz 3-at fog kapni a sebesség, a lábmunka, egyensúly plusz 2, agilitás plusz 2, reflexek plusz 2. Hát azért ehhez a taktikához, ami nekünk van, Isten. Nem lesz olyan labda, amit nem érünk el, nem? A védekező alapon a játék az még mindig lent van. Meccs. Meccsünk nem lesz. Most volt meccs. És akkor itt már mehet ismét a játékterv, másodlagos játékterv. Így. És húzzuk fel valahogy azért. A Máté, hogyan állsz? 75%. Kellene még oda edzés, bassza meg. És akkor ismét verseny, jajaja, oké. Okay. Ha várjál, nyugi, most hogy állunk, 80%? Játékterv még mindig nem az igaz, hát meccseket kéne nyerni, ugye? Nyújtás, pihenés. Ha nézzük csak. 100%, fasza. Jó van. Oké. Na! Skacok, innen folytatjuk legközelebb. Érdekes lesz a folytatás, mert Máté egyre jobban kiismeri a taktikát, meg hát azért hát ezen a tornán érződni fog a változás szerintem eléggé. Fizikai adottságok azok nagyon-nagyon fölmentek, úgyhogy tök jó lesz. 300-on, tényleg 300-on kívül van Máté. Micsoda! Pedig azért itt kapta a pontokat. Bazd meg. Jajajajajajaj. Hát akkor kellenek itt a torna győzelmek, a komolyabb eredmények. Azt, ilyen könnyedén ki lehet esni? Na jó. Innen folytatjuk. Ennyi. Szerintem jó lesz ez. Kicsikét hamarabb is formában lendülhetett volna Máté. Egészen jó meccseket mentünk legalább már. Jó lesz ez. És Rudi előrébb van egyébként világranglistán, így van, 4 pozíció van. Elég döbbenetes, pedig sokkal kevesebb meccset játszott Rudolf. Sokkal kevesebbet. Hihetetlen. Ez hogy a szarba?
Nagyon fura ez. Nagyon fura. Egy pontot is elvesznek, vagy mi a fene? Érdekes. Na jó van. Holnap találkozunk, hölgyeim és uraim. És... hát remélhetőleg autóverseny lesz. Nagyon-nagyon ajánlom, nagyon remélem. Most már nagyon nyomnám. Úgyhogy nyomni is fogjuk. Jó éjszakát nektek, és köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Örülök, hogy itt voltatok. Legyetek jók. Szevasztok. Üdv mindenkinek. Pápá. Hello.